A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 31-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Buk Tiborral egy közelgő koncertről, majd ellátogatunk a Fejér Holló Diák Színpad előadására, végül pedig megemlékezünk a Venzé konferencia évfordulójáról. Tartsanak velünk! Február 26-án újra városunk vendége lesz Buk Tibor és csapata. A népszerű énekes a Szent István Művelődési Házban lép fel. Szép estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit. Annál is inkább, mert hogy ma olyan műsorokkal foglalkozunk majd, amelyek a közeljövőben bizonyosan megdobogtatják a fehérvári zenerajongók szívét. Vendégem Buk Tibor, tisztelettel köszöntelek. Én is téged, és köszönöm a meghívást. Lesz újabb est, de mielőtt erről beszélünk, nagyon régen, mondhatom, hogy nagyon régen találkoztunk, hogy utoljára szeptemberben volt egy Lőrinc Judit és Szent Martinnal összekötött Fekete-hegyi hatalmas nagy buli, és korán sem mindegy, hogy mennyire szeretik ezt a műfajt, illetve szeret titeket, hiszen a horvát tesókról majdnem elfeledkeztem, a fehérvári közönség. De mielőtt erről beszélnénk, hogy miként jött létre ez, és mi vár ránk a következő időszakban, egy kicsit beszéljünk arról, hogy egy színetár fiókából miként lett egy országszerte, azt mondom, hogy felülmúlhatatlan népszerűségű énekes színművész. Hiszen megszokhattuk, bocs, de itt, hogy ugye a Vörösmarty Színházban azért itt voltál hosszú ideig, és ráadásul egy eredményes időszak volt az, annál is inkább, hiszen 2009-ben a tiéd lett az Aranyalma díj, 2010-ben pedig a Proteátor legjobb színésznek járó díj, és ez azért rangot jelez. Ugyanakkor már akkor is tudtuk, hogy egyik oldalon a sármod, és ez pozitív értelemben mondom, az énekhangod az fantasztikus, és egyáltalán az a viszonyod a közönséggel, ami manapság ritka, és tehát ez szeretettel társul a mai napig is. Tehát egy kicsit nézzük meg, hogy ez hogy is alakult itt. Jó, a Fehérvári utad. Ha megengeded, akkor én visszamegyek a KH-hoz, a színetár tanár úrhoz. Ugye minden ember 53 éves vagyok, 53 évesen viszonylag színes életutat mondhat magának, ezzel én magam is így vagyok. Balhéból jelentkeztem a színművészeti főiskolára, nem gondoltam én 23-24 évesen, ha valaki azt mondja, mondjuk 23 évesen valaki azt mondja, hogy én színpadon fogom megkeresni a kenyeremet, akkor én azt kiröhögöm. Tehát, hogy itt kezdődik a dolog. Én sportolónak, műszaki embernek készültem viszonylag sikeresen, és aztán egyszer csak, nem tudom, jött ez az őrület. Középiskolában volt egy rockzenekarunk, már akkor én gitároztam, meg énekeltem. És aztán mondom, én balhéból jelentkeztem a színművészeti főiskolára, és a színetár tanár úr osztályába bekerültem elsőre. A színetár tanár úr úgy hívott minket, hogyha ezzel nem vagyok sértő senki felé, hogy musical nünükék. Mert hogy azt mondta, hogy majd meglátják, hogy az igazi profizmusa ennek a szakmának, az igazi profizmus csúcsa az maga az operett. És valahol második, harmadik környékén kaptam én egy operett feladatot a tanár úrtól, és mondtam neki, hogy tanár úr, ne, könyörgöm. Azt hiszem, hogy Hajmási Pétert kellett énekelnem. Akkor már valahol Európában főszerepét játszottam az Operett Színházban. És mondtam, hogy ne, hát én hányok, rosszul vagyok az operett műfajtól, és nem is tudtam megcsinálni. És aztán valahogy úgy adta a sors, hogy
ki, hogy lehet ezt szépen fogalmazni, kiöregedtek az operett színházból azok a bonvivánok, akik akkor ugye vitték a prímet. És az operett színháznak a zenei igazgatója, Maklári László állt elő ezzel az ötlettel, hogy Tiborkám, el kéne kezdeni bonvivánságot tanulni, el kéne kezdeni ezt a fajta ének technikát megtanulni, olyanok az adottságait, hogy esetleg belőled lehetne egy jó bonviván. És akkor ő el is küldött egy énektanárnőhöz, Kaposi Margithoz, Margit nénihez. Soha nem felejtem el, az első alkalom, amikor elmentem hozzá, akkor kiröhögött. mert hogy a West Side Story-ból Tony dalát, a Mariát vittem, és az első sornak még a végéhez sem értem, és akkor ő megkérdezte tőlem, hogy Tiborká maga, miért énekli azt, hogy Maria, nem tanárnő, ez van a kottában, azt mondja, nem ez van a kottában, és akkor megmutatta, hogy mi van ő szerintem mi van a kottában, és mondtam neki, hogy na, látja tanárnő, ezért vagyok itt. Szóval így kezdődött ez a furcsa út, amin most is járok. De azért azt ne feledjük, hogy amikor megérkeztél, az új évezet hozott ide Fehérvárra, tehát igen. 2000-ben, akkor fantasztikus előadások sora, zenés előadások sora várt itt, és főszerepek sora igen. Később. Igen, az egy zseniális időszak volt. Én nagyon szerettem az operett színházas időszakot is, mert az operett színházban is mindennek itt nagyjából én voltam a főszereplője 95-től 2000-ig, ugye ott jött egy igazgatóváltás, és akkor nagyjából minden főszereplőt kirúgtak akkor. És aztán ide is a Valahol Európában miatt kerültem igen. egyébként, és Péterfi Attila igazgató úr azt mondta, hogy hát ha maga ilyen jól működik a színpadon, akkor mi lenne, ha ide leszerződne hozzám. És emlékszem, hogy az egy zseniális időszak volt, egy elképesztően jó igen. számomra, elképesztően jó hát azt mondjuk, volt. Hogy Jézus tanítványai, Hári János volt cirkuszhercegnő, volt diótörő, volt kabaré, kaviár és lencse, Bormámor szerelem, Lili Bárónő, nem sorolom, fantasztikus. Képzeld el, hogy azzal kezdődött, ugye Valahol Európában kezdődött, és utána nyáron bemutattuk, vagy bepróbáltuk talán Kozák András rendezésében, Drahonta Andrea volt a női főszereplő, a Tokai Aszú című, hát nem is tudom megfogalmazni, hogy milyen derev, vagy darab, egy népi zenekar játszott a színpadon, tele voltak nagyon furcsa dalokkal, ilyen kicsit népies, kicsit operettes, kicsit sanzonos, kicsit kuplés, tehát ilyen hú, őrület volt, és hát emlékszem, hogy ordítva röhögtek a nézők, és mi magunk is. Ez egy zseniálisan jó darab volt. Sebessény Csabi koreografálta, és utána pedig a közvetlenül a következő darab, az a Csárdás királynő volt, amiben azt mondta Kozák András, hogyha te ilyen humoros fiú vagy, akkor nem lehetsz bonviván, hanem te legyél Bóni gróf, a táncos komikus. Így kezdődött nekem a székesfehérvári karrierem, vagy hát a székesfehérvári életem, és hát valóban egy elképesztő út volt. A 13 évig voltam itt Fehérváron. De azért akkor már felsejlett, hogy egy olyan utat is tudsz választani, ami a saját csak és kizárólag bizonyos értelemben csak a saját tehetségedre épít. Tehát arra a vonzerőre, amit valljuk meg, hogy létezik, és semmiféle túlzás nincs ebben, imádnak a nézők. Tehát ezt láttuk itt Fehérváron, számtalan helyen voltatok már, tehát a Fekete-hegy, Szárazrét, Öreg-hegy, nem sorolom. Jószerivel mindenütt. Az van, hogy azt nem tudom, hogy engem imádnak-e a nézők, az biztos, hogy én imádom a nézőket, mert ezt el is szoktam mondani mostanában a koncerteken, és ez ugye a pandémia erre nagyon-nagyon kínosan rávilágított a részünkről. Azt a mondatot szoktam mondani, hogy mi, előadók, semmik vagyunk önök nélkül, a nézők nélkül. És ez ugye ebben a kínos elmúlt két évben
itt a nagy bezárkózásokban, ez nagyon pontosan meg is mutatkozott. Tehát, hogy addig is nagyon szerettem a nézőket, és nagyon tiszteltem, hogy eljönnek, és nagyon fontos volt, hogyha ők veszik a fáradtságot, és eljönnek egy előadásra, hogy Isten sok pénzt adnak azért ki, hogy ők valami művészit lássanak, vagy szórakozni akarnak, akkor mi azt a legmesszebb menőkig kell, hogy kiszolgáljuk ezt a dolgot. Picit olyanok vagyunk, mint a szamurájok, a jó értelemben szolgák vagyunk ennek a dolognak, ennek a templomnak, a művészet templomának a szolgái. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés, hogyha bejön ide valaki ebbe a mi kis templomunkba, a mi kis előadásunkra, akkor azt látom, hogy olyan sugárzó tekintettel távoznak, hogy megérte az a fél óra vagy három óra. Nos, hát igen, én azt gondolom, hogy ez a február 26-ai Szent István Művelődési Ági találkozó is meg fogja érni. Annál is inkább, mert hogy debreceni híreket olvastam, hogy lenyűgöző estére számíthattak a nézők, és így is történt, hiszen ott voltál megint Lőrinc Judittal és Szent Martinnal, és ott volt természetesen Emi és Peti, a horvát fivérek, a horvát tesók, ha úgy igen. tetszik. És hát igen, filmzene, világzene, klasszikusok, azt hiszem, hogy ez egy csoda pillanat. Én azt mondtam a nézőknek, és ez ott jutott az eszembe Debrecenbe, hogy egy zenei hullámvasútba ültetjük őket. Az első két dal, az, ha jól emlékszem, az egy csárdás egyveleg volt. A harmadik dal az egy sárdinóta, a rózsalevél, ami nekem nagyon nagy kedvencem, és utána egyből kaptak egy éjkirálynőt. Úgy, hogy ráadásul rávettem a Judittot, hogy ne akarjon opera énekesnek öltözni erre az egy számra. Egyébként is ez egy borzasztó nagy kihívás, és egy borzasztó nagy nehéz dal a nézőknek is, és az előadónak is. Picit próbáljuk emberközelibbé, vagy érthetőbbé tenni ezt a dolgot, öltözzön nyugodtan bőrnadrágba, bőrdzsekibe, picit ilyen rocker feelingbe. És az éjkirálynő után Szent Martin következett egy pánsípos dallal. Szerintem a hatodik szám után a nézők azt se tudták, hogy hol vannak, és tényleg minden dal után egy olyan öröm, ováció, egy olyan örjöngésé fajuló hangulat tört ki a nézőkből, attól, hogy egy ilyen érzelmi libikókába kerültek, hogy tényleg fantasztikus este volt. Itt most, ugye február 26-án a Szent István teremben sajnos nem ér rá, Szent Martin nem fog velünk eljönni. Hát itt lesztek. De mi itt leszünk, mind a négyen, Emi, Peti, Judit és én, és már készülünk új dalokkal, szóval nagyon, nagyon izgalmas estének nézünk elébe. Akkor viszont kérlek szépen, hogy te invitáld meg rendhagyó módon most a televíziónézőket, mindazokat, akik még nem döntötték el, hogy február végén mi mindent kezdjenek magukkal. Hát én azt gondolom, hogy ha nézők szeretnének mondjuk hallani egy olyan dalt, hogy gyöngéden ölelját és ringas szerelem, akkor mindenféleképpen érdemes eljönni. Egy farsang búcsúztató és egy nőnap elő csalogató kis koncert lesz, rengeteg szerelemmel, rengeteg mulatérozással, rengeteg jó értelemben vett balhéval, és nagyon-nagyon sok zenei csemegével. Én szerintem nagyon izgalmas este lesz. És ne feledjük el, hogy mi önök nélkül semmik vagyunk. Ha nincs kinek muzsikálni, akkor az életünk egy fabatkát sem ér. Így van. Köszönöm szépen. És hát azt mondom neked, hogy természetesen ott leszünk, és beszámolunk róla. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne számítanánk az önök részvételére, kedves nézőink, hiszen, mint ahogy már erről beszéltünk, számtalanszor fantasztikus koncert várhatja önöket, tehát február 26-a Szent István Művelődési Ház
Szent István terem természetesen. Mi pedig, kedves nézőink, folytatjuk a Paletta magazint. Új darabbal készül a Fejér Holló diákszínpad, Ferenci Noémi rendezésében Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátéka kerül színre. Újra szárnyal a Fejér Holló. A Ciszterci Szent István Gimnázium diákszínpada az esztendő első előadásaként William Shakespeare klasszikusát, a Sok hűhó semmiért romantikus komédiáját viszi színre Ferenci Noémi rendezésében. A Messinában játszódó darab két szerelmi történetet jelenít meg, és két pár, Hero és Claudio, illetve Beatrice és Benedek egymásra találásának történetét mutatja be. Ugye a Kugocska állt Beatrice kisasszony, csak ugye a szerelmes lehetett túlva? Igen, igen. Sosem hittem volna, hogy ez a lány férfi ember megszerethet. Nem ám, én sem. És a legcsalatosabb az, hogy épp szinyor Benedettóba habarodott vele, akit a látszorak mindig borzat. Szavamra fenség, olyan eszeveszetten szereti az a lány, hogy az a hihetetlen. Talán csak megjátsza. Hát akkor jól játsza, esküszöm. Uram Isten, megjátsza? Hát akkor soha még megjátszott szenvedély nem hasonlított ennyire a valódihoz. Azt kellene mondanom, hogy kitörő örömmel, és hogy egyből átlátták és összeáll, de hát ez nem így van. Éppen a múlt héten közölte velem Tufa szomszéd, hogy ő bizony nem tudja, hogy miről szól ez a darab. Ez azért lehet, mert a mai fiatalok ezer felé rohangálnak, és nagyon nehéz őket összeszedni, ahogy ezt már régebben is említettem. Szóval megküzdünk, és most már úgy gondolom, hogy összeállt a fejekben, hogy miről szól ez az egész, és a csapat most már nagyon motiváltan várja a bemutatót. Ilyen értelemben ez egy küldetés? Hú, hát ez nagy szó, a küldetés nagy szó. Hivatás, küldetés, nem tudom, ízlelgetem. Elég feladatnak, igen, igen, értelmes feladat. Miért ezt a darabot választottad? Hiszen beszéltünk róla már, hogy ez egy abszolút klasszikus, és szerintem nagy érdeklődésre tartott számot. Mint általában most is a szereplők választották a darabot, pontosabban én választottam, de a szereplőkre választottam, és ez meghatározta a darabválasztásomat. Ugye Shakespeare férfiakra írta a darabjait, ebben 17 férfi és 4 női szerep van. Ehhez képest nálam kettővel több lány van, Leonátóból Leonáta lesz, Antónióból Antónia. Ezzel tudtam egy kicsit fellazítani a nemi arányokat. És hát így mindenki szóhoz tud jutni, aki jelenleg a Fejér Holló diák színpadnak a tagja. Lubickolnak a fiatalok a szerepeikben? Egyre inkább. Ma közöltem velük, hogy ilyen bazi nagy görög lagzi lesz a végén, szóval több házas párra lehet számítani, mint amennyi eredetileg a darabban volt. Ez meglepi őket, de ugyanakkor inspirálja is. Ebben a darabban a szerelem nem Biedermeier és nem közhelyes. Valóságosan a szerelemhez kapcsolódó sorozatos drámai konfliktusok sorozata mindenfajta idill nélkül. Benedetto és Beatrice, akik lelkük legmélyéből védekeznek az érzés ellen, de tudják, hogy hiába, mert Shakespeare varázslata nyomán Benedetto a nőgyűlöletből egyszer csak megváltozik, és a lelkének valódi lénye természetesen a felszínre kerül. Semmit sem szeretek a világon, annyira, mint téged. Nem furcsa. Olyan furcsa, mint minden ismeretlen. Én is épp így mondhatnám, hogy semmit sem szeretek annyira a világon, mint téged. De ne hidd nekem, pedig nem hazudok, nem tagadok semmit, nem árulok el semmit. Nagyon fáj, ami kuzinomat érte. A kardomra esküszöm, Beatrice, te szeretsz engem. Tilos az eskü. Nyerj el. A kardomra esküszöm, és kardomat nyeletem le azzal, aki azt meri mondani, hogy én nem szeretlek. Nem jelnéd inkább vissza azt, amit az imént mondtál? Azt már nem. Kimondom, szeretlek. Alapvetően ez egy nagyon nagy meglepetés volt nekem, és nagyon örülök, hogy végül is ez lett. És amikor a tanárnő mondta nekem, hogy én játszom benne Benedettót, hát majdnem a főszerepet, akkor nagyon-nagyon megörültem, és nagyon boldog voltam, mivel végzős diák vagyok, és nagyon örültem neki, hogy pont ebben az évben így kiteljesedett így a színészi karrierem, így az FAD-be, ugye itt a színjátszótársulatban az iskolánknál.
és hát igazából ez egy nagy szerep, nagyon sok szöveg, és az elején mogorván, férfiasan, ilyen macsó férfit kell játszanom, ugye a Beatrice-nek, a kedvesemnek először beszólogatok, odaszólok, utána meg ahogy a cselekmény, egy okos csele látejtenek, és hirtelen beleszeretek, megváltozok, más lesz a személyiségem, szelidebb leszek, és őszintén szerintem ez egy nagyon tanulságos darab, én nagyon szeretem, nagyon élvezem, és remélem majd a nézők is szeretni fogják. Először meglepődtem, mikor kiderült, hogy a Sok hűhó semmiért lesz az idei darab, hiszen hiába klasszikus, nekem mégse volt annyira a kedvencem. Viszont elkezdtünk rajta dolgozni, és kiderült, hogy mennyi mindent is lehet ebből kihozni, hányféle oldalról lehet megközelíteni, és úgy gondolom, hogy nekünk sikerült egy kicsit modernebb irányba is elmenni, de közben az alapokat megtartanunk. Nyilván a legfőbb motívum, amire mi is próbáltunk koncentrálni, az az, hogy például a szerelmeseket hogy alakítja át, a szerelem hogy alakítja át a keserű emberi szívet édes szívvé, és nekem nagyon tetszik, ahogy ezt mi megjelenítjük a darabba, illetve hogy a tanárnő általunk megjeleníti. A szerelem és intrika, politikai cselszövés és pergőnyelvű szócsatározás, ami mozgalmassá teszi Leonardo tisztes házának életét, Claudio első pillantásra szerelemre gyúl a bájos éró iránt, aztán első szóra elhiszi róla a legképtelenebb rágalmakat, hogy aztán a tragédia küszöbén minden bonyodalom elsimuljon, és éró is elnyerje Shakespeare kegyelmét, és a két szerelmes pár vígjátékba illő módon találjon egymásra, és győzedelmeskedjék a jó. Mi ez? Öcsém, két emberek megkötözve. Brother. Borát, ki jó az egyik? Ő. Ősi, mit vétettek ezek az emberek? Először is hamis tanúvallomást tettek. De a tetejébe még valóta a hazugságot is állítottak. Másodszor hitelrontást követtek el. Hatszor is utoljára rágalom alá helyeztek egy kisasszonyt. Harmadszor igazolatlanul bizonyítottak, s végezetül hazudós ronny emberek. Igazából nekem elég nehéz dolgom volt, mert hát azért hero karaktere nem igazán egyezik meg az én személyiségemmel. Sokkal egyszerűbb lett volna előadnom egy Beatrice-t, viszont erre is egy kihívásként tekintettem, hogy milyen jó kislánynak lenni, és szerintem egészen meg tudtam oldani. Egy nagyon pozitív hangot érzek a színpadon, nagyon összeszokott társasággal váltunk. Úgy érzem, ebben az is segít, hogy Ferenci tanárnő viszonylag személyre szabottan osztotta ki a szerepeket. Ugye nekem is időközben változott meg, hogy végül Claudiót játszom, és egy nagyon pozitív változásként érzékeltem. Mert ezt szerint tudunk azonosulni a karakterrel, azt érzem mindenki. Én például ugye Claudio karakter nálam egy viszonylag naív, nagyon érzelmes, nagyon mindenbe belelendülő fiú. Magamat is ilyennek tartom, és így nyilván könnyebb eljátszani, mint hogyha egy számomra teljesen idegent kéne. És hát nyilván nagyon jó érzés az, hogy egy ilyen klasszikus játszatunk el, főleg úgy, hogy nagy részünket tanárnő kérte, meg nem magunktól jelentkeztünk el, nem talán ajánlott, hogy van egy ilyen lehetőség, és akkor lehet jönni. A darabban velünk van a romantika, a hófehér, naivan tiszta szerelem, a hideg-meleg, ki tudja szerelem. Természetesen velünk van és megbűnhődik a főgonosz és csatlósai, de se baj, mert vannak jó szándékú, szárnyaló lelkű segítők, és persze tetten érhető a hazugság, az ármány, a cselszövés is egyaránt, hogy aztán egymásra találjon a két szerelmes pár, és megerősödjék bennük Shakespeare igazsága. Nincs tisztább a könnyek most a arsznál, mennyivel jobb, aki örömében könnyet ejt, mint aki örvend a más könnyén. Éve tartották Venzében azt a konferenciát, amelyen a náci vezetés döntést hozott az európai zsidóság kiirtásáról. Székesfehérváron, a zsidó hitközség székházában emlékeztek a holokauszt áldozataira. A hagyományokhoz hűen a Tarsói Ifjúságért Egyesület, a Raoul Wallenberg Egyesület és a székesfehérvári zsidó hitközség szervezésében emlékeztek meg a Vanzé konferencia 81. évfordulójáról. Herzog Edit korábbi európai parlamenti képviselő a Tarsói Egyesület tagjának köszöntőjét követően Váci Márk történész a hitközség várkörúti székházában idézte meg a holokauszt történéseit. 1941-ben összeült tanácskozás a náci párt legfelső vezetésének a következményeit tekintve a legsúlyosabb döntésekkel járó konferenciája, ülésezése volt, ahol az úgynevezett Endlösungról, tehát a zsidó kérdés megoldásáról döntöttek, ugye Heinrich Himmler, Adolf Eichmann és egyéb magasrangú vezetők
részvételével történt ez az úgynevezett tanácskozás, ami aztán emberéletek millióit követelte, pontosabban az itt hozott döntések, hiszen itt döntöttek a koncentrációs táborok létrehozásáról, amelyek között ugye úgynevezett munkatáborok, illetve kifejezetten haláltáborok létrehozása volt az egyik cél. Ugye a deportálásoknak a megindítása megszállt területeken, a Német Birodalom addig megszállt területein, és aztán 1944. március 19-től a Magyarország megszállt területein is ugye elindultak a gettóknak a felállítása, az úgynevezett csillagos házaknak a kijelölése, majd aztán az ősz folyamán, 44 ősze folyamán pedig a gettókból, illetve már nyáron a gettókból történő elszállítása, tényleges deportálás, különösen Auschwitz-Birkenau haláltáborba, ahol aztán magyar származású zsidók százezrei haltak vértanú halált, mártír halált, nagyon sokan útközben, és aztán Székesfehérvárra és Fehér megyében nagyon kevesen tértek már vissza a túlélők közül. Talán ennek is az egyik következménye az, hogy 1949-ben az akkor még romjaiban álló, de álló neológus zsinagógát végül is az akkori városvezetés döntése nyomán lebontják, hiszen nem volt egy olyan erős hitközség, amely ezt a döntést meg tudta volna akadályozni, meg tudta volna védeni a saját hitközségi épületét, az imatermeit, és egy abszolút megrendült, egy tragédiában megrendült közösség kezdett el itt aztán az 50-es évektől újra formálódni, és ennek a tragédiának az elindítója volt tulajdonképpen ez a Wannsee-i konferencia, az a döntés, amelyet ezen a napon meghoztak. Barna Ágnes, a hitközség elnöke is felidézte a koncentrációs táborba hurcolt honfitársaink emlékét. Beszédében kitért arra is, hogy nem csak a zsidó közösség szenvedte meg a magyar kormány döntését, és a túlélők nevében kiemelte a gyilkos ideológia elutasítását. Nagyon köszönöm a Tarsai Egyesületnek, hogy ezt évről évre ezt a megemlékezést megrendezi, és nem szabad, hogy a holokauszt egy történelemmé váljon. A országos főrabbi Fröhlich Róbert szavaival élve, tehát hogy mint egy mohácsi vész, tehát ez nem szabad, hogy elsikadjon, erről meg kell, hogy emlékezzünk, átadjuk a utódainknak. Van egy ilyen parancsolat is, hogy add át fiaidnak, és nekünk a második generációnak nagyon nagy feladata az, hogy még a szüleinktől, hiteles tanúktól hallottuk a eseményeket, és ezt az utódainknak át kell, hogy adjuk, hogy emlékezzenek, hogy 1945 volt az utolsó ilyen, és manapság is vannak olyan fennhangok, hogy felélesednek különböző eszmék, és nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ezek ne kapjanak teret, olyan mértékben hangot. A megemlékezést követően az emlékezők az elveszett lelkeket szimbolizáló köveket és mécseseket helyeztek el az emlékmű talapzatán. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.